Az MB2-es női kézilabda bajnokság délnyugati csoportjában az őszi szezon utolsó hazai mérkőzését a Siklós ellen játszotta a Hévízes SK csapata. Az ezúttal kékben játszó zöldfehérek sorozatban három vereség után most győzelmi reményekkel és esélyekkel léptek pályára. Sok olyan csapattal találkoztunk most az elmúlt időszakban, akik sokkal többet edzenek, mint mi, fiatalok, utánpótlás csapatok. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhető az, hogy most nem sikerült túl jól az elmúlt három mérkőzés. Próbálunk ezen átlendülni, mi vagyunk az esélyesebbek, ezért mindent meg is kell tennünk. Erre készültünk, gyakoroltuk a megoldásokat, úgyhogy bízok benne, hogy nyerni fogunk. Mit kell tudni az ellenfélről? Az ellenfél is igazából mögöttünk helyezkedik el egyébként a bajnokságban, hasonló típusú játékosokban állnak össze, mint mi, hasonlóképpen edzenek, egy héten három edzésük van ugyanúgy, ahogy nekünk, tehát én azt gondolom, hogy egy küzdős mérkőzésre számíthatunk. Mindenki egészséges? Rendben vagyunk, igen. A junior mérkőzésen Ágoston Kitti, aki a felnőtt keret tagja is, megsérült, ráesett a térdére, tehát őt nélkülöznünk kell most, de tulajdonképpen a többiek rendben vannak. Nos, azt a legnagyobb jó indulattal sem mondhatom, hogy túlságosan nagy iramban kezdődött a mérkőzés. Jó két perc után született az első gól Fehér Kitti révén. Aztán szép sorjában 3-2-ig egyik, majd másik oldalon voltak eredményesek. Innentől azonban már csak egy csapat volt a pályán, hiszen a hazaiak kitűnő védekezéssel, Fonyódi jó védéseivel és gyors indításokból szerzett gólokkal egészen 10-2-ig állva hagyták a vendégeket. Már az első játékrész közepén is túléptünk, amikor a siklósiak végre gólt dobtak, Sárosi Emese talált a hévíziek kapujába. És ez a találat aztán meg is hozta a vendégek gólövő kedvét, hiszen szépen araszoltak felfelé, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, és még egy kimaradt hetes is belefért. Gyorsan időt kértek a hévíziek, rendezték a sorokat, és visszaállt a szurkolók által kívánt régi rend, vagyis hazai gólok után 16-7-es félidővel zárták a csapatok az első játékrészt, melyet így értékelt a megyei szövetség elnöke. Nagyon jó védekezés volt, olyan 22-23. Percig, akkor megtorpantunk. Szerencsére időt kért a Hévíz, és utána ismét a cserék egy kis új életet hoztak a mérkőzésbe. Mi várható? Én véleményem szerint körülbelül ez a különbség várható a végére, ha továbbra is ugyanígy védekezik a Hévíz. A második félidő ugyanúgy kezdődött, ahogy az első, jó pár percig nem született gól egyik oldalon sem. Aztán Lakatos Ramona találatánál felcsattant a taps, mely nem csupán a hévíziek újabb gólját jelentette, hanem közte 10, vagyis 17-7 lett a mérkőzés állása. Innentől aztán, mintha csak kötelező lenne, a hazaiak nagyon vigyáztak arra, hogy ez a szép kerekelőny mindig megmaradjon. Így ment ez majdnem a találkozó finiséig, amikor a biztos vezetés még akkor is megmaradt, amikor pályára léptek a cserék is. 25-15-ös mérkőzés állással léptünk az utolsó 5 percbe, amikor a felszabadultan játszó hévíziek szakítottak a hagyománnyal, és előbb Cigány Nóra, majd Dovikova Ramina góljával alakult ki a 29-17-es végeredmény, amit így értékelt a szakosztály vezetője. Nagyon-nagyon kellett ez a győzelem, és szerintem jól is játszottunk. Nagyon jól védekeztünk, abból nagyon jól tudtunk indulni. Kevés gólt kaptunk, ami nekünk mindig is fontos volt. Most megyünk Budakalászra, ott is reméljük, hogy nyerni fogunk, és akkor mi megyünk Balatonbogára, tehát mi már itthon nem játszunk többet. Ez volt a szezonban az utolsó mérkőzésünk itthon össze. Jelen pillanatban ötödikek voltunk most, remélem ezzel most feljebb is tudunk jönni jóval a bajnokságban. Ezzel szeretném megköszönni az önkormányzatnak, a szurkolóknak, mindenkinek, akik minket ebben segített az egész éves munkában. Nagyon sok munka volt ebben, és tavasszal reméljük, hogy ugyanígy tudjuk folytatni.